Egy váratlan fordulatokra, tragikomikus, groteszk helyzetekre épülő bohózattal ért véget az idei nyári művészeti fesztivál. A Veresegy Színház színészei a Rövid Zárlat című darabot az esős idő ellenére is teltházas közönség előtt játszották. A sötétben játszódó darab több szempontból is különleges. A Veresegy Színház előadásában tavaly év elején a pandémia miatt online formában debütált, és ez az első színdarab, amit Nagy Sándor Jászai Mari díjas színész önállóan rendezett. Hogy hogyan zajlott vele a közös munka, arról Csonka András beszélt. Sanyikát én imádom, és mindannyian nagyon szeretjük. Hát ő az a fajta színész, akinek rengeteg ötlete van, és egyébként amikor nem rendez, akkor is nyilvánvalóan ezeket kiéli, vagy elmondja, vagy próbálja megvalósítani, de itt azért nyilvánvalóan volt egy határozott elképzelése, és hát szegényt, amiatt sajnáltam én is, hogy mondjuk ezeket a rendező instrukciókat sokszor újra-újra kellett melegíteni, hiszen 8 hónapig vacakoltunk, és addal le kellett állnunk 2-3 hónapra is akár, és aztán ugye az ember egy csomó mindent elfelejt akkor, tehát nyilvánvalóan nem, hogyha egy próbafolyamat elindul, akkor mondjuk 6-7 után, 6 nagy-nagy másfél hónap után ugye egy bemutató zajlik, de viszont akkor minden nap próbálunk, és akkor van egy lendület az egésznek, akkor tudod építeni magadban. Itt ez mindig le kellett állni, mindig újra kellett kezdeni. Mondom, a rendezés szempontjából sem volt könnyű neki, de hát ő állt a sarat. Black Comedy az eredeti cím a darabnak, Peter Schaeffer, egy világhírű író, akinek ez egy nagyon nagy sikerű vígjátéka. És hát tulajdonképpen egy ilyen fordított helyzetet mutat, mert amikor a nézők teljes fényárt látnak, akkor valójában sötét van a színpadon. És amikor teljes sötét van a színpadon, akkor a valóságban világos. Tehát egy kicsit fordítva van, a nézők, amikor a nézők mindent látnak, akkor mi szereplők semmit, vagy legalábbis azt játszik, hogy semmit nem látunk, és rengeteg mulatságos és izgalmas helyzetet szül ez a helyzet. Szerintem szeretik egyébként, mert mi van, mindenképpen egy különleges, tehát nem a klasszikus és hagyományos humorú, vagyis a humor az hagyományos is lehet akár, de a szituáció miatt az, hogy ez a dolog bele van helyezve ebbe a vaksötét millióbe, ezért aztán szerintem ők is élvezik egy után. Először talán kicsit idegenkednek, annyiban, hogy meg kell szokniuk ezt a helyzetet, hogy amikor világos van, akkor ugye valójában, amikor ők világosat látnak, akkor ugye mi semmit. Tehát ha megszokják egy-két perc után, akkor a tenyerünkön vannak már, és a végéig talán így is marad. Tulajdonképpen a próba azért volt izgalmas, mert amellett, hogy ez egy remek vígjáték, amellett azért ez egy mozgás színház is. Tehát meg kellett tanulnunk a szöveg mellett, a szöveg fölött egy koreográfiát végrehajtani, hiszen ugye pontosan kell mindennek klapolni ahhoz, hogy ez a dolog tényleg úgy tűnjön a nézők számára, hogy ezek az emberek a sötétben tapogatózva, egyáltalán semmit nem látva szülnek helyzeteket és mulatságos szituációkat. Úgyhogy a próba folyamat egyébként izgalmas, abban azt mondom meg, különleges volt a próba folyamat, hogy ez a szerencsétlen pandémia alatt kezdtünk neki. Tulajdonképpen elkezdtük, utána nem sokkal le is kellett mindig állnunk, mert jött az első hullám, második hullám, tehát 8 hónapig. Nem 8 hónapig próbáltuk, de 8 hónapig próbálgattuk itt, ott, amott, tehát el voltak szorva ezek a 2-3 hetek, és aztán 8 hónap után tudtuk a nézők elé vinni, de akkor sem nyilvánosan, hanem akkor is streamelve, tehát ugye nézők nélkül felvett videófelvételről tudtuk először bemutatni, úgyhogy ez egy nagyon kemény helyzet volt. Mindenképpen annál jobb volt, mint hogy semmit nem csináljunk, meg a nézők is kaptak, ugye a bérletesek megkapták ezt a bemutatót, de vigyátéknál néző nélkül az nem jó. Tehát azért azt gondolom, hogy üres kong az egész. Tehát nyilvánvalóan a néző lehet, hogy szórakozik otthon, de a nézőre is hatása van, hogyha mellette röhögnek. Tehát amikor csend van, akkor ő is hajlamosabb esetleg csendben maradni, magában nézi otthon a lakásában. Tehát a néző nélkül ez nem működik úgy. De hát mindenképpen jobb volt, mint a semmi, meg van egy profi felvételünk legalább belőle, de hát azért ez az igaz, amikor itt vagyunk élőben. A Harold Gorincsot alakító színész nem először lépett fel a berettyóújfalui közönség előtt. 2019-ben a Nem most drágán című vígjáték egyik főszereplőjét elevenítette meg a nyári művészeti fesztivál színpadán. Berettyóújfalu június végi programsorozatával kapcsolatban úgy fogalmazott, most is, ahogyan 2 évvel ezelőtt is, fantasztikus közeg és családias hangulat fogadta őt, illetve a színház többi tagját.